Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Kezemben tartok egy könyvet, erről esik majd szó a következő két adásunkban. Kétszer 25 percünk van arra, hogy Nagy Judittal, a tanulmánykötet, a szakkönyv szerzőjével megbeszéljük, hogy tulajdonképpen mit is értsünk társadalmi innováció alatt a Pannonvárosokban. Ez az első kötet. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. A Bencét felismerjük természetesen. Tanulmánykötetről beszélünk, de azért a köznapi emberek számára is jól érthetően fogalmaz meg olyan dolgokat, amelyek nagyon-nagyon fontosak. Hát az innováció ez egy, azt hiszem, hogy sláger szó mostanság, a társadalom ebben a jelzőszerkezetben, hogy társadalmi innováció nem különben fontos. A Pannonváros is egy jelzőszerkezet, és akkor hadd kérdezzenek már is, hogy mit értsünk Pannoni jegyeken, Pannon városokon, Pannon lelken, hiszen ez számtalanszor feltűnik. Kezdjük ezzel. Hú, nagyon sokat kérdeztél egyszerre, de én nagyon szeretek beszélni szerencsére erről a témáról. Nagyon izgatott az engem, hogy ugye a Szabad Színház társulatának tagjaként több olyan hagyomány innovációt is csináltunk, illetve a színházi műfajban több olyan innovációt, kulturális innovációt is csináltunk, amelynek a történetiségéhez szükség volt régészeti kutatásokra, történészek írásaira, és engem már gyerekkoromban is izgatott nagyon Székesfehérvár történelme. Nagyon jó kapcsolatban voltam Siklósi Gyulával és Fici Jenővel is, és Fici Jenő leírja a Pannon lélek jelenlétét, és azért hivatkozom Fici Jenőre, hiszen a rómaiaknál jelent meg először ez a genius loci, azaz a hely szelleme, amire többen hivatkoznak. És az én tanáraim, akik nagyon karakán összetett és valódi személyiségjegyekkel rendelkező igazi pedagógusok voltak, ők mindig hangsúlyozták Székesfehérvárnak ezt a fajta géniusz jelentőségét, és az itt eltemetett, itt koronázott királyoknak a szellemiségét. És már gyerekkoromban találkoztam én ezzel a fogalommal, hogy a hely szelleme, valamelyik tanáromtól hallottam ezt valószínűleg, és ez engem nagyon izgatott. És amikor településmenedzserként elkezdtem azzal a témával foglalkozni, hogy milyen tőke típusok vannak jelen egy térségben, illetve hogyan lehet valós mutatószámokkal mérni egy térségnek a gazdaság fejlesztéshez szükséges potenciáljait, azaz mennyire kreatív egy térség, milyen potenciálokkal bír, akkor megint előtérbe kerültek ezek, hogy nem csak materiális tőkeértékek vannak egy településen, mondjuk földrajzi értékek, vagy mondjuk infrastruktúrális értékek, teszem azt a római úthálózat, Pannoniában például ez egy megfogható infrastruktúrális, hanem szellemi értékek is vannak, és kulturális gyökerekből táplálkozó szellemi értékek. És a Pannon lélek, amikor én ezzel Fici Jenőnél találkoztam, aztán később Tüskés Tibornál az irodalomban is megfogalmazódott, vagy akár, hogyha Berzsenyire gondolunk, az írók, költők hogy kötődnek a saját településükhöz, tájukhoz, mit merítenek belőle, akkor erre mind-mind visszagondoltam. És hogyha ezt a helyhez kötődést, ezt az erős identitást valaha is valamivel sikerül megfogalmazni vagy definiálni, akkor milyen módon lehet ezt a gyakorlatban lefordítani. Tehát amit én például Somlóvásárhelyen a devecserieknél láttam a Vörösiszap katasztrófa kapcsán, amikor aztán később főiskolai hallgatókkal, kutatóként is ott dolgoztam azon a térségen, akkor kiderült, hogy ahhoz képest, hogy mekkora trauma érte az ott élőket, az emberek nagy része nem akart onnan elköltözni. Tehát akkor választ kapunk, hogy miért ez a... És hogyha a magyar történelemre gondolunk, vagy akár a székelyekre gondolunk, hogy hány, mi minden történt velük, ami miatt elmenekülhettek volna, és ez aktuális kérdés is, és mégis maradtak. És nem mentek. És nem mentek el, tehát hogy ez valahol egy kicsit magyar is. Tehát a Pannoni jegyek, a Pannon
pannon lelkek, az pannon értékek tulajdonképpen jelentik a pannonizmust, azt a pannon státuszt, amit egyébként most itt röviden megfogalmaztunk. Most ennek ássunk a mélyére, hiszen ebben a kötetben meg annyi felsorolt történet van a státusz megjelenítésére, és hogy ne menjünk túlságosan messze, ugye már említetted Pannoniát, tehát az ókori történéseinket. Ugye itt van nekünk az a megerősítés Górziumban, amit te felsorolsz, hogy a Florália, a Lüdi Románi mind-mind ehhez kapcsolódik, és megerősít bennünket abban, hogy ez a mi helyünk, tehát ez a miénk. Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy ezt talán elfelejtettük, hiszen mind a ketten ismerjük a könyvtartalmát, de a nézők kevésbé, hogy a rómaiaktól indítom én ennek a pannon léneklek a definiálását, hogy mit is kaptunk mi a rómaiaktól, és hát egy jól körülhatárolt, én elsősorban a Pannonia provinciákra fókuszáltam, aztán ennek később majd jelentősége lesz, mert a marketing résznél, hogy a Pannon városok hálózata hogy tud összeállni, és hogy tud egy gazdasági erőt képviselni mondjuk akár egy országon belül is, vagy Európán belül. De valóban, így ahogy mondod, hogy ezek nagyon fontosak, ezek a rendezvények, ezek az ismeret átadó különböző kommunikációs formák, attrakciók, akár így is fogalmazhatunk, amelyből egy gyermek is könnyedén megérti, hogy neki mi az identitása, hogy hova tartozik. De akár ezt mondhatnám, amikor még nagyon régen a Roma önkormányzat alakult, és hát én gyerekkoromban, fiatalkoromban balladamondó voltam, és többek között roma népballadák is voltak a birtokomban, ilyen balladás kötetek, gyűjtések, és hát az akkori cigány kisebbségi önkormányzat elnöke szeretett volna létrehozni egy roma kultúrközpontot Székesfehérváron, és hát én fölajánlottam ezeket a balladás könyveket, hogy hát akkor legyen mögötte tartalom is. És azok a gyerekek, akiknek ezeket elolvastuk, akkor ott a kisebbségi önkormányzat egy-egy rendezvényen, akkor döbbentek rá, hogy ők hova tartoznak. Volt, aki nem is tudtam magáról. És én azért tartom fontosnak ezt a helyhez kötődést, mert nagyon-nagyon sok minden táplálkozik belőle. Nemrég voltam egy irodalmi konferencián, a Dunai Limes folyóirat konferenciáján Dunaivárosban, ahol pont az irodalmi aspektusaikat ragadták meg ennek a témának, nagyon szépen kibontva írók, költők, de ugyanakkor ott volt Kubasek János professzor is, aki viszont a geográfiai jelentőségét mondta el a dunamenti népek életmódjához kötődően. Hát, hogy ez kézenfogva jár mindenféle tempomban. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagy, illetve vagytok, hogy a Szabad Színház az első pillanatra, hogy menjünk tovább, az élére állt azoknak a történéseknek, illetve azoknak a régmúlt történetek mai adaptációval megvalósításának, mint például a koronázási játékok, a körmenetek meg, tehát mindenben benne vagytok, a vásári forgatagról nem beszélek, a 7-7 játékfesztivál nem különben a nevetekhez fűződik. Én azt gondolom, hogy ugye ez megerősítést jelent mindenkinek, hogy most rendben van Szent István, Szent László, és így tovább, tehát mehetünk az Árpád-korig, visszanyúlhatunk. Ez milyen jelentőséggel bír? Hogy megerősít továbbra is, tehát az identitásunkat a régmúlt korokhoz kapcsolódóan azt, hogy igen, emelt fel fejedet büszke nép. Igen, igen, hát hogyha visszagondolunk akár az én gyerekkoromra, a városarculatnak erre a kettősségére, ugye, hogy milyen volt Székesfehérvár a 30-as években, ahogy én még nem láthattam, de szerencsére egyre több fotót tesznek föl ebből az időszakból. A mi családunk a 40-es években költözött át Erdélyből Székesfehérvárra, tehát én mondjuk a családtörténeten keresztül onnan tudom nyomon követni Székesfehérvár történetét, meg hát ugye a leírásokból, amihez egy nagyon gazdag anyag társul. És azt gondolom, hogy amikor én ezeket az interpretációs játékokat kitalálom, azaz készpénzre váltjuk, megpróbáljuk képekben, élőképekben, színházi képekben érdekesen bemutatni a mai kor embere számára ezt az egyébként levéltári kutatók számára
is nehezen emészthető nyelvezetű anyagot, ezt a bő forrásanyagot, amit Székesfehérvár történetéről rendelkezésre áll, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgot teszünk. Miért? Azért, mert ha például mi nem mutatjuk be, hogy a romkertben kik azok a királyok, akik ott nyugszanak, képtelenség megjegyezni, ha csak úgy felsoroljuk, vagy ha elolvassuk, vagy bárhogy. De ha a gyerek látja, hogy az egyik király könyvet tart a kezébe, és púpos volt, a másik egy fejjel kimagasodott a többiek közül, a harmadik, tehát akár az egyházi kultuszban az attribútumok megjelölése, az anzsulilium, vagy a liliomos herceg a fehér liliommal, akkor ezek képek, vizuális információk, amelyeket megjegyez. Hát végig tudják mondani egy-egy élőképes kronika után, hogy kik nyugszanak ott, és kik nem. Miért fontos ez? Azért, mert ha nem tudják, hogy mi a jelentősége egy nemzeti emlékhelynek, vagy egy romkertnek, minden nap elmennek mellette, és azon veszük észre magunkat, hogy 40-50 év múlva már nem tudják, hogy mit kell abban látni, mi abban a nemzeti, mi abban az emlékhely, és aztán úgy járunk, hogy egy szép nap, ott egy lakótelep lesz a helyén. Na, ezt nem szabad megengedni. Tehát tisztelnünk kell a múltunkat, a hagyományainkat, és én ezzel foglalkozom, hogy olyan társadalmi innovációkat gyűjtök össze, amelyek pont ezt segítik elő, és hát nem utolsó sorban, ezt nem csak úgy lárpúrlát csinálom, hanem azt kutatom, hogy hogyan lesz ebből gazdasági erő. Igen, mert hogy előnyt jelent mindenféle értelemben, és nem csak azért, mert megduplázódik, triplázódik augusztus tájéken a koronázási ünnepi játékokon Székesfehérvár a látogatók száma, vagy a Gorzium, a Florália tavasz ünnep, vagy a Lüdi Románia, ami most nincs, vagy a Hetek Hét Játékfesztiválon hány olyan gyermek érkezik oda, aki szintén megismeri a tulajdonképpen annak egy bizonyos kori játékait, vagy itt van a Magyar Advent, ami megint csak egy remek kezdeményezés, hanem ezt identitást is erősít. És itt hadd kapcsolódjak vissza, hiszen én magam is jártam Kolontáron a nagy vész idején, és azt követően, mikor felépült az új lakótelep, és ugye benne van a könyvben, és nagy meglepetéssel tapasztaltam, hol ott megvolt a lehetősége mindenkinek, és itt nem csak az idősekre gondolok, akik azért sokkal inkább röghöz kötöttek, mint a fiatal korosztály, de nagyon sokan ott maradtak, a zöm. Százalékos arányt most nem citálnék, mert az felesleges, de tehát, hogy mi mindent jelent az épített környezet, illetve a megszokás, aminek nem rabja az ember ott, hanem egész egyszerűen tiszteli azt a múltat, és szeretne ott építkezni. Hát igen, és hát ugye az emlékhelyeknél, különösen a hithez, valláshoz kötődő kultikus emlékhelyeknél, hát ezt leírják már a rómaiak is, hogy a térség alakítja a vallást, a vallás a teret. Tehát gyakorlatilag nem új dolgokról beszélünk itt, inkább ma ez azért érdekes kérdés, hogy tudunk ebből gazdasági potenciált csinálni. A kreatív térség, a kreatív fejlesztő erő. Igen, a kreativitás rendkívül fontos. Tehát amikor ezeket itt Székesfehérvár vonatkozásában nézzük, és visszaemlékezünk, megnézzük a filmjeinket. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, illetve a fehérvári televízió nézők is, hogy folyamatosan vetítjük az avatást, a lovaggá avatást, a Horthy beszédét, az 1938. augusztus 18-ai országgyűlést, egy csomó minden rendelkezésünkre áll, tudunk hasonlítani és rácsodálkozni, hogy hoppá, hát itt volt a vitézavatás a mi romkertünkben. Nagyon fontos dolgokat mondasz, mert pont erre is kitérek a helyi média identitás alakító szerepére, hogy mennyire fontos ez, és itt egy jó példaként említem a Régió Régia című lapot, ahol tényleg egy valóságos királyi panteont is létrehoztak. Ők ezt írott formában, fotókkal, festményekről készült fotókkal, illetve szövegben csinálták ezt meg, ti mozgóképben csináljátok ezt meg, de hogy egy helyi médiának az nagyon-nagyon fontos feladata, nem csak az, hogy az itt és most számára közvetítsen információkat, hanem az nagyon fontos, hogy mi marad, tehát 20-30 év múlva, ugye, milyen információkat tud közvetíteni. Az információ közvetítés folytonossága 50 év távlatában mit tudunk megmutatni, ugye?
Várnai Zolival annak idején azért csináltuk meg azt a filmet, ami a fehérvári pillanatokat, ami pontosan azt mutatta be, hogy hogy nézett ki Székesfehérvár a Hóman Bálint fejlesztésének időszakában, mert akkor volt, szerencsére volt egy ilyen innovatív figuránk, a Pattantyús Emánuel, aki mozgóképen rögzítette ezeket a pillanatokat. Hát amikor láthatjuk mi ezeken a filmeken, hogy Bori Jenő szobrot farag, kérem szépen, és megnyitják a Borivárat, hát annál az egy felemelő érzés. De egyébként én nem mennék ilyen messzire, Judit, mert hogy én a Dezső Pista filmjeit ma is nézem, és nagyon sokat leadunk belőle, hogy megmutatja az akkori Fehérvárt, tehát ez 25 esztendő, 30 esztendő távlatából is mennyit változunk, rácsodálkozunk dolgokra, milyen volt a Csodakázótó, milyen ma. Tehát ezek az összehasonlítani nem is elemzéshez, mert felesleges elemezni, de jó rátekinteni, hogy szépen a korok mi mindent hoztak. És hogy igen, én ezért sajnálom, hogy az archívumot, amit létrehoztunk a 90-es években, itt a média brigantik legázoltak egy csomó dolgot, tehát hogy egyszerűen nincsenek meg. Tehát, hogy nem tudunk megmutatni például Székesfehérvár rendszerváltásából, alig tudunk megmutatni néhány dolgot, pedig ezt, tehát meg tudjuk mutatni a 30-as éveket, és nem tudjuk megmutatni a 90-es éveket. Szóval ez nekem nagyon fájó pont, meg nem tudjuk megmutatni a romkert feltárását, amikor ugye itt a romkert föl volt tárva, akkor is készült abból palettaanyag, nem is kevés mennyiségű, és ezeket meg nem tudjuk megmutatni. És ezért ez nagy tüske bennem, hogy ezt nem őrizték meg, és én nagyon sokat dolgoztam azon, hogy szerettem volna kimenteni a levéltárba ezeket hát, az anyagokat. Amit lehet, most már megteszünk. No, akkor térjünk vissza a kezdeményezések megvalósításának, hogy milyen lépcsőjét. Egyáltalán fontos-e, hogy kik csinálják ezt? Mert hogy itt mellékszálként az emlékezés kultúrája, a vallási képzelet és a kollektív emlékezetet is felsorolod. Tehát amikor itt elindulunk, hogy Szentjobb körmenet és összehasonlítunk, és Lüdi Románi és Florália, akkor kikre számítunk? Kikre számítasz? Kiknek fogalmaztad meg ezeket a felhívásokat? Én azt gondolom, hogy mindenkire számítok, ahol a családtörténetek megmaradtak, nálunk is vannak napló részletek, családtörténetek még feldolgozatlan formában, de az élő, elbeszélt történelem formájában megvan egy csomó történet. És erre az is jó példa, hogy tavaly évben voltam Lepsényben egy 1956-os ünnepségen, ahol CEC levéltárigazgató úr, megyei levéltárigazgató úr, hát elmondta egy előadás keretében, hogy mit lehet tudni a lepsényi 56-os hősökről, mi az, ami megmaradt a levéltári anyagokból, én pedig egy visszaemlékezést olvastam fel. És nagyon sok mindenben az ott lévők kiegészítették az előadót. Tehát mindenkire számíthatunk? Igen. Én azt gondolom, hogy például a Facebook nagyon jó fórum erre, nagyon jó felületek vannak, kirakják a régi fotókat az emberek, mindenki kommentel, visszaemlékeznek. Most például éppen a nagy térről volt szó, az 1987-es térről, és akkor mindenki aláírta a saját történetét. Tehát egy elbeszélt történelem. Vagy például nagyon örültem a felsővárosi monográfiának, amikor elkészült, amikor a felsővárosi családok történetét, és most ugye emblematikus figura a felsővárosi családok közül Kati néni, és az ő tevékenysége a Libafertály, de hát ott voltak teljesek is például. Igen. És mondjuk én kevésbé szerettem a Lecsó Fesztivál rendezvényét, de annak kifejezetten örültem, hogy a felsővárosra költözött ez a Lecsó Fesztivál, mert hát ha olyan célokkal örültem neki, hogy hát ha a Lecsó Fesztivál kapcsán egy csomó, például a Pékség, a Teljesek, a felsővárosból előkerülnek ebből a monográfiából emblematikus és megjelenített figurák, családok, történetek, és én ezt nagyon szeretném, hogyha ez így lenne. Tehát ez egy innovációja lehetne például ennek a fesztiválnak is. A felsőváros ilyen szempontból jó úton jár mindenképpen. Igen, de hát kiemelendő felsővárosban ugye a táncház, mint egy kulturális innováció, tehát
ennél jobb innovációt, szóval ez egy fantasztikus dolog, hogy a táncokat továbbadják, tanítják, iskolarendszerben tanítják, és hát ott dolgoznak a táncosok, tehát munkahelyteremtő is egyúttal, hagyományteremtő rendezvényeket csinálnak. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a táncos műfajban, mint amit mi a színházban igen. próbálunk, hiszen mi is a magyar színjátszás hagyományait és annak eszköztárát is próbáljuk, de amennyi ilyen innováció van, hát az fantasztikus, én mindig rácsodálkozom. Arra sok ötletre, ami a civil szektorban van, az fantasztikus. Ezzel már be is kapcsolódtunk voltak éppen a végébe, mármint itt az első műsorunk végébe, a helyi tőke humán erőforrásai, így fogalmaztad meg, de itt nagyon fontos az egyén, a példaképek, a közösségek, a vezetők. Én azt hiszem, hogy talán így fogható meg leginkább egy-egy történet, ha már a fejlődésről beszélünk, tehát az innovációról. Vannak-e elegen olyanok, akikre figyelünk, akik a ma hősei? Hát én azt gondolom, hogy Fehérvár ebben nem elég erős. Tehát egyszer még annó, 20 évvel ezelőtt épp a Lovrek Károlyjal beszéltünk erről, aki ugye jeles kórust vezényelt, és több színházi előadásban is zenei vezetőként részt vett, és már akkor is az volt, hogy ugye ez a senki sem lehet proféta a saját hazájában, ez valahogy, mint a Fehérvárra különösen jellemző lenne. Nem tudom, hogy életében vajon elégedett volt-e például Pesovár Ferenc, vagy Siklósi Gyula, akivel én nagyon sokat beszélgettem, de hát nagyon jól tudjuk mind a ketten, hogy például egy utolsó történeti munka mennyire felzaktatta Siklósi Gyulát, és úgy gondolta, hogy ő ezt történészként még megválaszolja, elvarratlan szálnak érezte az életében, és akkor mindig erre gondolok, hogy nagyon jók ezek az elismerések, díjak, a Prima díj létrehozása, vagy a Prokultúra Alba Régia, de még mindig úgy érzem, hogy egy csomó ember, aki nagyon-nagyon sokat dolgozik ebben a városban, kevés visszacsatolást és kevés elismerést kap. Tehát frusztráltá teszi, Dezső Istvánt is említhetném igen. egyébként. Márpedig prokultúrasként, meg prímadíjasként elmondhatod, hogy imásteremtő személyiség vagy a Szabad Színházon keresztül, és általában idestova kimondhatom nyilván, mert úgy is tudjuk, több mint 30 esztendeje az élen jársz ebben, és ha te így vélekedsz, az nyilván így is van. Viszont közösségek vannak-e? Mert itt most egyes emberekről beszéltünk, tehát Siklósi Gyulát említetted, egyetértek vele, fájdalmas a hiánya, hogy nem tudott a Zsoldos könyvre választ adni, mert itt Szőrmentén említettük a Zsoldos könyvet. De vannak-e olyan közösségek? Én tudok néhányat, de azért elég ez. Én azt vallom, hogy közösségek nem jönnek csak úgy maguktól létre. A közösségeket fejleszteni kell, és úgy érzem, hogy mi ebben nagyon jók vagyunk, hogyha csak a Szabad Színház partnerségi hálózatát nézem meg, akiknek nem csak a kulturális területen, de tudományos területen is vannak partnerszervezetei, civil szervezetek, baráti közösségek, zenészek, tehát nem csak a saját műfajunkban, társművészetek műfajában is, de nem is csak a műfaj nagyjaiban, hanem akár a gazdasági szektorban is. Tehát egy város közösség vagy egy település közösség mindig kapcsolatoknak a hálózata. És ez ismeri ezt, ez ismeri azt, és akkor be lehet kapcsolni különböző baráti társaságokat, családokat. És hát erre nagyon jó példa az igéző, hogy mi 4 évvel ezelőtt egy volt banképületbe ott beköltöztünk, és elkezdtünk közösséget fejleszteni, és addig, amíg a Szabad Művelődés házában voltunk, illetve a város művelődési házaiban, addig mondjuk
a hozzánk járó, vagy a velünk kapcsolatba álló több-kevesebb rendszerességgel velünk találkozó személyek száma 2-3 ezerre tehető, most meg 8-9-10 ezerre tehető. Tehát akik több-kevesebb rendszerességgel valamilyen programra visszajárnak, nem feltétlenül színházra, mert lehet, hogy varrószakkörre járnak, vagy lehet, hogy drámapedagógiai előadásra, vagy éppen egy civil szervezeti megbeszélésre, de járnak oda, és ismerkednek, és a kapcsolatok új kapcsolatokat hoznak. És ahogy egy falu közösségen belül a fonóban, ugye legjobb példa a közösségfejlesztésre, meg tudták beszélni, kivel tudta megbeszélni valaki a gyerekével kapcsolatos problémáit, vagy a férjével kapcsolatos problémáit, csak közösségbe tudta megbeszélni. És ahogy ugye ezek a vallási közösségek létrejöttek, az iskolai közösségek, most úgy látom, hogy megint egyre inkább elindultak, mert volt egy időszak, amikor teljesen szétestek, a gyerekközösségek, vagy akár a mi gyerekszínházunk. Hát egyszerűen egy gyerek az olyan szomorú, hogyha nem tud eljönni egy torokfájás, vagy egy mandulagyulladás miatt próbára, hogy ez nem igaz, sírnak otthon, mert vágyik a közösségbe, mert hiányzik neki a kapcsolat. Most már úgy látom én is, hogy vannak már ciszteresek, telekisek, vasvárisok, szabadszínházasok, tedisek. Igen, vannak közösségek, és én nagyon örülök, mert közösségekben lehet mozgatni, és közösségekben lehet elérni bármit. Vannak jó szülői közösségek, vannak fiatal közösségek, vannak most már önkéntesek, akik önkéntes munkát vállalnak, és már ők is egy közösséget képeznek visszajáróan több rendezvényre. Szóval azt gondolom, hogy ezek a városközösségek, például most a városrészek, ez nagyon jó koncepció szerintem, hogy az öreghegyi városrész, vagy a vízi városrész, vagy a... Hát már csak... Nem is tudom, mert mindig el kell gondolkodnom a Tóvárosi városrész, hogy hívják most a volt Münich lakótelepet, hogy hívják a Velinszkit, tehát hogy mindig el kell gondolkodjak, hogy mi a neve. De nagyon-nagyon jó Maroshegyi városrész, hogy ezekben vannak önálló városrészi rendezvények, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezek a városrészek akár önálló arculattal, kisebb önálló arculattal is bírnának a nagy székesfehérvári történelmi város arculaton belül. Igen. Egyetértek. Innét folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, kedves nézőink. Tehát folytatjuk a Társadalmi Innováció Pannon Városokban című műsorunkat a következő adással. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!